ezt mégis hogy kéne elkezdenem? Nos, srácok, sziasztok! Hát őszinte leszek, és nem is tudom, hogy kezdjem el ezt a videót. Mindig tudok valami újat tapasztalni, tehát ezért is jó videózni, mert az ember nap mint nap tud új dolgokkal szembesülni. És úgy éreztem, hogy a mai dolog mellett már nem mehetek el szó nélkül, mert ez azért egy picit sok. Szóval sokan írtok rám Facebookon, próbálok minél több embernek válaszolni, de sajnos nem mindig megy, de éppen ülök a suliba, nyomkodom a telómat, és kapok egy ilyen messenger üzenetet, hogy te hazug. És akkor így gondoltam, hogy megnézem azt az üzenetet, hiszen nem tudtam, hogy én miért is vagyok hazug, és akkor látom, hogy még kettő másik üzenet is jött ugyanatta a csávótól, idézem, már régóta megvetted a széket és a monitort. Hazudós. Aki nem látta volna a tegnapi videómat, az arról szólt, hogy megnyertem egy vaterás nyeremény játékot, és aminek a fődíja 100.000 forint volt, és ugye azt költöttem egy monitorra, illetve egy új székre. Igazából őszinte leszek, itt elkezdtem röhögni, tehát írtam, hogy izdddd, és olyanról nem hallotta, hogy régebbi videó feltöltése. Erre jött egy roppantul kultúrát válasz, te köcög. Jó srácok, tehát kezdünk fejlődni. Voltam már köcsökkutya, most már nemhogy köcsökkutya nem vagyok, még köcsök se vagyok, hanem köcög vagyok. Pár srác olyan szinten nyelvűít, hogy még kazincit is a földbe döngölik. Újjúj. Te voltál a kedvenc videósom, és ezért becsapod a nézőidet. Igazából ez a mondat már úgy tartalmilag hagy mag után kivetni valót, mert ebben azt állítja, hogy én azért csapom be a nézőimet, mert neki én voltam a kedvenc videósa. Mivel azt írja, hogy ugye te voltál a kedvenc videósom, és ezért csapod be a nézőidet. Érdekes, nem baj, folytassuk tovább. Válaszoltam, hogy tényleg nem érted, amit leírtam? Ezzel mégis hogy verném át őket? Készüljetek fel, mert most jönnek a bizonyítékok. Ebben a videóban lehet látni így egybeírva, na nem baj, a széket dobozát. Igen, tényleg lehet látni benne. Nézzétek. 3-4-8 és föl kell vennem egy videót, meg kell vágnom azt, amíg be kell érnem a suliba 10 órára. De az is az Illuminati. Szóval annyira zavarba voltam, hogy már írni se tudtam. Pontosan a tegnap publikált videót már régen felvettem, csak most töltöttem fel. Azaz tegnap. Akkor miért nem akkor töltötted fel akkor? Picit sok az akkor ebben a mondatban, meg úgy semmi kérdőjel, na nem baj igazából. Válaszoltam is, hogy mert máshogy jött ki a lépés. Srácok, találjátok ki a választ. Köcög kutya. Hihetetlen, voltam már köcsög kutya, köcög, és most köcög kutya. Kazinczy Ferenc elbújna. És végül befejeztem a beszélgetést azzal, hogy nem akarlak bántani, de máskor gondolkodhatnál, miért hülyeséget írsz. Ezt megnézted, de nem kaptam választ Tom Gameplay Bodnártól sajnos. Szóval aki esetleg nem értette volna, hogy miről van szó ebben a videóban, annak most elmagyarázom. Szóval 100.000 forintból én Black Friday-kor berendeltem ugye ezt a kettő terméket, ami nekem megérkezett olyan december elejére, pontosan én se tudom, és annyi volt a lényeg, hogy akkor erről forgattam egy videót, amit ti tegnap láthattatok, és a srácnak feltűnt, hogy egy újabb videómba, a csajom ki akar herélni, hashtag egy nap velem című videómba, megtalálta a székemnek a doboza, és ezért én hazug vagyok, és átbaszom a nézőimet. Hú, bazd meg, nehéz napunk van. Az igazság az, hogy ezt a videót, amit tegnap láthatatok, már sokkal régebben fel akartam tölteni, de vagy csak halogattam, mindig jöttek új ötletek, és inkább azokat valósítottam meg, de hát a srác ebbe bele se gondolt, tehát én egy utolsó szarházi pöcs vagyok, és átbaszom a nézőimet azért, mert egy decemberi videót felmertem tölteni januárba. Tényleg, Dazis, dögölj meg. Dazis, hát te egy fasz vagy. Mit képzelsz magadról, Dazis, hogy egy decemberi videót januárba felmersz tölteni? Ez nekem sok volt mára egyszerűen, tehát írjátok le a véleményeket kommentbe, hogy valami hasonló jelenséggel találkoztatok-e, vagy hogy titeket teljesen jogtalanul megvádoltak azzal, hogy a nézőiteket, vagy akár barátaitokat átbasszátok. Kíváncsian várom, tehát ezek után már nem tudok semmi meglepődni, hogy őszinte legyek. És ha úgy gondolod, hogy én nem baszom át a nézőmet, akkor egy lájkot nyomjál erre a videóra, a következő videóban találkozunk, én Dazis voltam, csecse. Bocsánat, más néven köcög kutya.